Na sziasztok, srácok! Megint érkezett egy csomó új cucc. Többek között egy karácsonyfa. De nem ezt akartam megmutatni. Hanem azt a cuccot, ami ma jött. Tuti, mindenki emlékszik rá. Imádtam. Ehhez ma jutottam hozzá. Ez egy kicsit el van törve, de majd megpróbálom megjavítani, vagy ha nem, akkor a bolhán próbálunk ilyen joystickot szerezni. Tök jó, hogy a doboza megvan. Egy ilyen gépen már van fönt, most legalább majd le tudom tesztelni, mert ennek, ha jól látom, megvan a gyári adaptere. Igen. 7,5 volt, micsoda feszültségek. Király! Rambo TV game. Az a kocsis játék volt benne a kedvencem, amikor azon a kacskaringós úton kellett menni. 2600 kompatible. Tudjátok, a Atari 2600-asnak a klónja. Na de jött még ezen kívül egy ilyen is, amiben még én sem néztem bele. Egy PCI Express-es videókártya. Talán, ha ki tudnám bontani. Te mi vagy? Nem egy gamer vas, azt már előre megmondom. Miféle kártya ez? Nem tudom. Hű, de komoly hűtés van rajta. Nagyon menő. És még jött ő. Az alatta lévő DVD-rom. Jött egy 80 gigás laptop vinyó. Jött egy idés 40 gigás barakuda. Ezek jó vinyók. Jött egy 40 gigás Maxtor. Szintén ide csatlakozó felületű. Aztán mi van még itt? Még egy Seagate Barracuda, 80 gigás szatás. Egy szatás 80 gigás szamóvinyó. Ez jól fog jönni. Minap raktam össze egy 775-ös buildet régebbi játékokra, és abból pontosan tökéletes lesz. Meg van itt egy 80 gigás idés vinyó. Mostanában megint elkezdtem összerakosgatni régi gépeket, de sajnos nem videóztam. Raktam össze egy 478-as kimaxolt gépet. Underground 2 és hasonlókat játszottam rajta, akkori korból való címeket. Aztán most behűltem, most összeraktam egy 775-ös. Micsoda tuning hűtő. Egy 775-ös buildet. Abból is egy jó fullos buildet akarok összerakni, de ami vagy, azt még csak most kezdtem el. Még csak egy alap, valami Core 2 Duo. És ilyesmi van benne, ott van még egy halom régi vinyó. Van még ilyen dupla méretű. Ezt nézzétek meg. Mint egy baszott nagy szendvics. Nehéz is, mint a dökkút. Ja nem, az büdös. Öcsém, akkora alkatrészek vannak rajta. Hol használnak már ilyen alkatrészeket? Sehun. Szerintem ezt, ami itt van a nyákon, ezt az egészet egy ilyen IC-be belebírják rakni. És ugye látjátok, ennek még itt van a mozgató motorja. Elképzelni nem tudom, hogy hány megás lehet. Fingom nincsen.
Van vagy 80. Na mindegy. Van egy halom. Csak nem látszik mi. Kapcsolja be. Van egy halom nagy lemez ott. Még egy csomó régi alaplap. Ebből közt egy Nokia alaplap. Nézd már, itt is van egy kószavinyó. Ez micsoda? Hitachi. Ne csillog már annyira te. Mit akar? 123,5 gigabyte. 120 gigás idés vinyó. Ne rakom el. Nagy floki meghajtó. Commodore-hoz. Kis lemezek. Itt mi van? Ott is valami elfeledett build. Meg TV játék. Tápegységes doboz. Régi egér. Na mindegy. Meg a Sámson, amire még mindig nem volt időm. De mindegy, most már télire hanyagolom is. Majd tavasszal felújítom. Utána mehetünk vele. Na, de most húzok föl, és kipróbálom őt. Kíváncsi vagyok, hogy működik-e még, meg hogy meg tudom-e javítani a joystickját, mert sajnos a joystickja nekem sincs meg a másikhoz, az csak maga a gép. Na, talán majd csinálok még arról is videót, ahogy baszakszok ezzel a játékkal. Istenem, de szép. Azért a kínaiak tudtak valamit. Nézzétek az, amilyen szép grafika, érted? New joystick. Ha még jó, hogy nem használtat raknak bele, érted? Meg szábocs már, de nem volt joystick, csak használt. Ej, de szép. Ez a hitvány műanyag. Ezek a kapcsolók is, jaj. 90-es évek rulez. Na, szevasztok!